A Brawl Stars mint játék több mint 5 éve létezik, és rengeteg dolog volt, amit beraktak a játékba, majd pedig kivették, hogy újabb dolgokat akarjak a helyükre, vagy egyszerűen csak megváltoztatták a dolgokat. A mai videóban egy olyan videót fogunk megnézni, amiben olyan dolgok lesznek benne, amiket kivettek a játékból, és lehetséges, hogy te soha nem is tudtál róla, hogy volt ilyen a játékban. Úgyhogy nézzük. Na hát akkor nézzük is csak, hogy mikről lenne szó. Az első ilyen dolog a reklámok. Nem tudom, hogy emlékeztek erre. Nagyon régen bétában volt. Duplázni lehetett, hogy reményeket kinyitott a ládát, és megduplázhatott, ha nézte a reklámot. Elég OP volt. Én mindig néztem reklámot, de durva, hogy ilyen volt egyébként a Brawl Stars-ban. Most az ilyen ingyenes játékokban van. Egyik szuperszeres játékban sem volt, de bizony a Brawl Stars-ban volt ilyen funkció. Így van, reklámok. Micsoda? Ó, bétában volt például a Heyday-ben, és ezt nem tudtam egyébként. Igen, ez nem annyira nagyon különleges, ugyanis más játékoknál is volt már ilyen egyébként. Igen, nem a játék közben jöttek fel egyébként ezek a reklámok, hanem rányomhattál te opcionálisan, hogy megnézz a reklámot, és akkor megduplázod a nyereményeidet. Így van, ez jó volt, én nagyon szerettem. Igen, teljesen másképp volt az egész játék, és régen megérte egyébként. Igen, tehát nagyon hasznos volt tényleg. Igen, nagyon-nagyon hamar kiszedték egyébként, itt is van tulajdonképpen a indoklása ennek az egész dolognak, az nem gondoltam. Tiketek! Így van, tényleg a hétvégi játékban a tiket, ez nagyon hiányzik egyébként, mert akkor nagyon sok mindent lehetett összegyűjteni. Így van, egy meccs, egy tiketért, vagy 20-ért. És nem lehetett olyan nehéz megszerezni ládákból, vagy meg lehetett olyan shopban, igen. Május 2020-ban vették ki. Ugye azért volt nagyon jó tulajdonképpen, mert tök tiketet használtál el, és akkor tulajdonképpen sokkal több nyereményt kapott, és hogyha sokkal gyűjtöttél össze, akkor nagyon jó cuccokat tudtál szerezni. Na, és nagyon rossz lett a konvertáció egyébként. Most már klubigában van, de az teljesen más. Az teljesen más igazából, mint ami ott van, mint volt. Ládák? Igen, másfajta ládák voltak, de igazából eszem azokat csak átalakították, nem kivették őket. Igen, jó, lehetek egyszerűen. Van Rare Box, Super Rare és Epic Box, igen. Igen, ez jó pofa volt egyébként. Én nekem nagyon tetszett, és nagyon nem nyitogattam ilyen ládákat, mert nem annyira játszottam el. Brawlbox, Big Box, Rare, Epic, Mythic. Nagyon sokféle láda volt. Legendary Box, micsoda? Így van, most csak három fajta láda van. Ezekre nem tudom ki emlékszem, most nagyon majd a Super Omega Box. Tulajdonképpen azért az legalább egy jobb láda lesz. Ja, Mega Box. Igen, voltak ritkaságos ládák. Igen, itt volt, nézzétek itt a sima láda, van a Big Box, az volt szerintem a Mega Box, ugye a most a Big Box a kettő között van, ugye az a Rare Box volt körülbelül, és akkor volt meg egy Super Rare, ami igazából ugye az a Big Box, és egy Epic, az pedig a Mega Boxnál is jobb láda. Reméljük most ilyen lesz a Mega Box, vagy még jobb. Igen, ez egy kicsit random, bár ez amúgy nem tudom honnan van ez a kép, nem a Brawl Stars-ból, ott biztos. Törhetetlen falak! Így van, nem lehetett megtörni őket. Igen, a mapmaker nem volt egyébként, így ilyen glitch-ra lehetett használni. Yep, ez érdekes volt egyébként, így ez a mapmaker-es map. This caused a bit of a problem at first, but igen, volt egy kis probléma ezzel. There was also some other objects that had. Mi az Isten ez? Elég érdekes dolgok történnek itt. Pad, Sprout szuper. Igen, erre emlékszem egyébként, itt nagyon bagos volt. Játékmódok. Oh, Lone Star. Takedown, Super Speed Rampage, Siege, Powerplay. Oh, nagyon szerettem amúgy. Pedig jó voltam, hogy a Dino, igen, amúgy bármikor visszajöttek például a Siege, vagy a Modifier-ként visszajöttek például a Showdown-ban, ugye a korábbi játékmódok, Graveyard Shift, az például visszatért többször is egyébként. Tap to move. Igen, régen lehetett választani, hogy ha oda nyomunk valahova, akkor oda menjen a brawler vagy joystick. Én nyilván a joystickot választottam mindenki amúgy. Igen, kivették. Igen, amikor átváltoztatták a játékmódot állóról fektetett, akkor ezt teljesen kivették egyébként. Nagyon fura volt egyébként, hogy mint a LOL-ba így nyomogatni kellett, hogy hova menjünk egyébként. Akkoriban még okés volt amúgy. Gyakorló mód. Practice mode? Igen, ez előtt mi volt? Nem emlékszem. Practice mode micsoda? De nem emlékszem. Jaj, ilyen bot meccs, amiért fel annyi nyereményt kaptál. Emlékszem. Aha, offline lehetett játszani, és kaptunk nyereményeket. Erre emlékszem, hogy lehetett botok ellen játszani, és volt ilyen opció egyébként. Nem ugyanaz, itt ugye ezzel nem kapsz nyereményeket. Ez jó volt, tényleg emlékszem, és ilyen kulcsok voltak. Aha, volt egy gomba arra, hogyha játékot keresel, akkor rányomtad, és akkor a klánba kidobtam egy üzenet, hogy csapattársakat keresek egy meccset. Igen, most sokkal könnyen megkérni bárkit egyébként.
Erre nem is emlékszem. Erre egyáltalán nem emlékszem egyébként. Viszont ez furán nézett ki. Igen, igen, megjavították a barát szisztémát, igazából sokkal könnyebben a barátokat megkérni, meg nincsen igazából szükség. Golden ticketek. Jaj, klubiga. Klubiga extra meccsek. És ezek fizetősek voltak. Ja, és kivették őket most már, hogy az utolsó. Nem ugyanaz, mint ami ez volt, hogy ezek a ticketeket pluszba lehetett játszani, plusz még közben meg kellett vásárolni, csak hát unfair volt amúgy. Igen, igen, nem volt túl igazságos, úgyhogy ki is vették. Elég hamar. Igen, pay to win volt. Igen, igen, nem volt túl fel egyébként. Star tokenek. Tényleg. Ez egy speckó token, amivel lehetett ládákat gyűjteni. Igen, a Star tokenet akkor kaptuk, hogyha jött egy új játékmód, játszottunk és nyertünk egyet. Ezzel lehetett big boxokat szerezni. Az jó volt, emlékszem. Csak most, hogy a Brawl Pass-szel teljesen átakították az egész rendszert. Igen, igen, most is van a tokenek vannak, viszont sokkal jobb így egyébként. Sokkal egyszerűbb és sokkal jobb egyébként, hogy én nem megyek, hogy mennyi oltató. Igen, igen, és akkor a Facebook barátaid. Nekem még van ilyen szerintem egyébként. Aha, nem tudják támogatni, és el fog bújni tulajdonképpen. Nem, igen, gemek a látákban! Oh, igen, ez régen megtörtént, és milyen jó is volt egyébként. De most már elvileg így többet kapunk. Jaj, a Brawl Pass-nál alakították át. Így van, kivették a gemeket a látákból. Igen, a Pass-ről lehet most már szerezni. Nagyjából ugyanaz, de... hogy is mondjam. Nem ugyanaz az érzés, mint mondjuk 12 gemet nyitni egy ládából egyébként. Nagy klubok. Áj, 100 fős klubok. Why is the club 30 members? Well, yeah, size was reduced from 100 to 30. Klubig, amiatt, hogy a 100-ról 30-ra vettek le egyébként. Everyone was letting known of this before it happened. Igen, nyilván erről volt szó, de nagyon fura egyébként. Igen, én emlékszem, hogy ez egy éve volt már nagyon durva a tavaly novemberi adatban. Brawler lore. Basically, way back when, descriptions used to explain who the brawler was, where they came from, régen le volt írva, hogy kik voltak a brawlerek, és mit kell róla tudni egyébként. Hát értem, de van egy kicsike egyébként. Nem annyi mostan jól emlékszem. Aha, most már nem a háttért sztoriról vannak ott információk tulajdonképpen, azt hiszem, hogy arról inkább, hogy mit csinálnak a játékokban, mert egy-két kis információ. Igen, meg lehet találni azt, hogy mik voltak ezek a leírások régen, és meg lehet állítani tulajdonképpen a videót, amiben van írva. Meg rá is lehet googlizni. Coin Booster, erre emlékszem. Igen, van coin duplázó. Igen, voltak coin boosternek, amit itt is láthattok, tulajdonképpen volt például egy 3 napos, a dupla annyi aranyat lehetett szerezni, tulajdonképpen ez is gembe került a megvásárlása bizonyos időig. Lehet stackelni és coin duplázóval együtt volt benne. 2017-ben vették ki, úristen, az nagyon kevés ideig volt benne, de erre még én is emlékszem egyébként. Aha, túl nagy előnyt adott a játékosoknak, azt mondja egyébként. Aha, itt van Brawl Stars, új upgrade szisztéme van, igen, powerpoints-okkal lehet. Aha, mi ez a 189 ládát kapott egyébként. A coin booster pedig át lett alakítva gemmé, át lett alakítva, és lenckébe kell játszani a játékot, és dual joystickekkel pay tutorial. Úristen, erre nem emlékszem erre a kijelzőre. Gem refund. Aha, tehát régen volt olyan, hogy ezek a zöld bokrok visszanőttek. Leromboltak őket mondjuk egy Dynamite Cooltával, és visszanőttek. Erre amúgy emlékszem egyébként meg ezekre a zöld bokrokra. Ez érdekes idők voltak. Érdekes idők voltak. Igen, nem akarták nagyon, hogy kempeljenek az emberek, hogy lerombolják, pláne showdownban amúgy. Igen, úgyhogy ezt kiszedték 2019-ben, ahogy látom egyébként. Igen, úristen, régen ugye egy lerombolhatatlan fa volt, és mögé lehetett menni, úristen, emlékszem, nagyon rossz volt. Nagyon-nagyon rossz volt, úristen, a kapu mögé lehetett, mint még hokiban. Aha, a játékosok ott kempeltek a labdával tulajdonképpen, a töretekkel, a mindennel is, ezért túl OP volt, az inkább kivették. Sokkal jobb, ja. Így van, ez nagyon jó, hogy átalakították, ez biztos, mert elég hülyeség volt. Helyez, ez nagyon rossz volt, ez nagyon rossz volt, ez a 2.0, igen. Egy támadó, egy veszítő csapat volt, igen, egy safe. You were either the defender vagy támadsz, vagy hacker. So you megvédett. Were defending this or vagy lerombolod a széfet, vagy ha megmarad, akkor nyert a másik csapat. Igen, most már, hogy egyszerre van két széf. Nagyon rossz volt régen amúgy. Szerintem jó volt az előző egyébként. És ennyi volt egyébként. Nagyon szeretem Havoknak a videóit egyébként. Természetesen a csatornáját, meg az eredeti videót azt lehagyom a leírásba, hogyha valaki szeretné lecsekkolni a csatornáját. Én pedig nagyon szépen megköszönöm nektek a figyelmet, srácok, lányok, ha tetszett, hogy nyomatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és hát akkor találkozunk legközelebb is. Szeretek a zsomackot, és találkozunk a következő videóban. Ciao, ciao!